akkor viszont nagy tisztelettel köszöntök mindenkit itt, aki jelen van, illetve aki később csatlakozik az előadáshoz. Ez a második témával kapcsolatos előadás, ugye a belső ösvények lámpásáról a címe, de igazából véve arról szól, hogy milyen jellegű szellemi utak vannak, és azokon milyen tapasztalások, milyen élmények érhetik az embert. És ezzel kapcsolatban mindjárt, mielőtt rátérünk a mai alkalomra, a témára, mindjárt egy levélbe érkezett két kérdésre szeretnék röviden válaszolni, ezzel kapcsolatos, tulajdonképpen az egyik, a másik nem annyira. De Melinda kérdezi, hogy egyáltalán, hogy tulajdonképpen mit lehet konkrétan, vagy egyszerűen szellemi útnak nevezni, valamint, hogy mikor beszéltünk arról, hogy valaki szellemi úton jár. Ugye ez egy minden nagyon egyszerű kérdés, nagyon nehéz megválaszolni, és ezt is nagyon nehéz, mert igazából véve véleményem szerint van egy nagyon éles határvonal a között, hogy valaki az életében egy szellemi útat jár, vagy sem. Tehát itt azért nagyon határozott határvonal van. De hogyha rákérdezünk arra, hogy mit tekintetünk szellemi útnak, akkor már egy kicsit bonyolultabb a kérdés, hiszen például a vallások mindegyike tulajdonképpen egy szellemi út. A tradícióról nem is beszélve, ott pedig egyértelműen mindegyik szellemi út. És hát nyilván lehet olyan definíciókat adni, hogy az a szellemi út, mondjuk, hogyha valaki mondjuk a anyagi világ helyett a szellemi világot helyezi előtérbe, ha az értékrendjén a lélek fejlődése, az önismeret az erősebb, mint mondjuk pusztán csak az élet ösztön, vagy az élet vágy. És talán az a legjobb az a megközelítése a dolognak, amiről a múlt alkalommal beszéltem, hogy ez a fajta megfordulás, amikor valaki ráeszmél az élete során, hogy a hétköznapi feladatok, meg általában a hétköznapi feladatoknak való megfelelés, az nem meríti ki az emberi létezést, hanem pusztán csak egy szegmense vagy egy rétege, és azon túlmenően vannak olyan rétegei, vagy olyan síkjai, szintjei, amelyek nem a pusztán megélhetésről, nem magáról az élet hát hétköznapi dolgairól szól, hanem valamiféle magasabb eszmét, valami magasabb szellemi célt tűz ki, és azt törekszik megvalósítani. Általában az értékrendnél dől el, hogy kinek milyen értékrendje van, ez a kulcskérdés, hogy ki mit tart fontosnak, mi a számára az értékes dolog, amit az életében követ, amit követni szeretne. És hogyha ez túlmutat az életen, transzcendál, akkor szellemi útról beszélünk. Ha nem mutat túl az életen, hanem az élet dolgaival összefüggésbe gondolkodik az illető, akkor nem beszélünk ott szellemi útról. És nyilvánvaló ez maga a transzcendencia és a transzcendencia felé fordulás, vagy a transzcendens dolgokkal kapcsolatos irányulás, ez is a szellemi útnak lehet a része. De talán tényleg az a legjobb megfogalmazása a válasz a kérdésre, hogyha az életnek a konvencionális területein túlmenő célokat, elsősorban szellemi, spirituális, metafizikai célokat tűz ki maga elé valaki, és elkezd megvalósítani magasabb lelki, szellemi szinteket, állapotokat, akkor azt mondhatjuk, hogy az illető az egy szellemi úton jár. És nyilván ennek megvan az a konzekvenciája, hogy akkor abban van egy tökéletesedés, egy nemesedés, egy tisztulás, egy rendeződés, elvi és gyakorlati szinten egyaránt.
lehet az, hogy valaki mondjuk elkezd egy böjtöt, és ez a böjt aztán átvált egy nem csak egy testi megtisztulásba, hanem utána később átvált egy lelki megtisztulásba is, és akkor fokozatosan ébred rá az illető, hogy mik azok a gyakorlatok, mik azok a feladatok, amiknek az elvégzése során magasabb szellemi síkra kerül, vagy egy magasabb emberi létállapotba kerül. Tehát nagyon sokféleképpen lehet válaszolni erre a kérdésre, hogy mi a szellemi út. A vallásosságtól egészen fogunk beszélni a nagyon radikális dolgokról, a nagyon radikális megközelítésről. Sőt, fogunk beszélni veszélyes és nem veszélyes megközelítésről. Aztán vannak az eszköz nélküliek, meg az eszközzel bíró szellemi utak, tehát nagyon-nagyon sokrétű. De általánosságban azt mondhatjuk, hogy ha valaki az élet konvencionális feladatain túl valami spirituális célt tűz ki, és azt megvalósítani törekszik, tehát gyakorol, erőfeszítést tesz azért, hogy ezeket a célokat elérje, megvalósítsa, akkor egy szellemi úton jár. Hogyha mondjuk a görög Jós templom feliratát veszük alapul, ami ugye ismerd meg önmagad, ez is egy olyan cél, ami ahova egy szellemi út vezet. Igaz? Hiszen hát ott elindul, ezzel is lesz ma szó, elindul egy folyamat, hogy akkor tulajdonképpen ki is vagyok, és amikor elkezd keresni az ember, ez is egy szellemi útba torkollik, hiszen előbb-utóbb rá fog jönni arra, hogy nem az a kérdés, hogy ki vagyok, hanem az a kérdés, hogy mit csinálok magamból, vagy hogy mit érek el, mit valósítok meg, mit realizálok. Ez az igazi kérdés, hiszen hát nincs egy olyan kész valaki, akit meg kéne ismerni, hanem éppen a megismerés tárgya az, amit át tudunk alakítani, amit meg tudunk változtatni. És ha ez egy magasabb, nemesebb, szellemébb, tisztább, rendezettebb, tudatosabb irányba változtatja meg önmagát ez a gyakorlás, ez a törekvés, akkor mondhatjuk, hogy az illető a szellemi úton jár. Nyilvánvaló, hogy a buddhizmus egy nagyon határozott szellemi út, a tradíció mindegyike lényegében szellemi útnak nevezhető, de mégis a vallások is szellemi utak, tulajdonképpen még akkor is, hogyha ott a pisztis, a hit dominál, nem annyira a megismerés, vagy nem elsősorban a megismerés. Tehát nagyon sokrétű, nagyon sokféle tud lenni, és a múlt alkalomban pont ugye az volt a témánk, hogy előbb-utóbb mindenki kap egy felszólítást arra, hogy forduljon meg, vagy forduljon vissza, vagy forduljon a szellemi dolgok felé, lépjen túl azokon a célokon és törekvéseken, amelyek a világi létünket jellemzik, a hétköznapi világi létünket jellemzik, és abban a mozdulatban, abban a megfordulásban, amikor meghallja az ember az üzenetet, meghallja a felszólítást, és ott elkezdődik egy törekvés arra, hogy akkor nézzük meg. Hát onnantól kezdve keresőnek számít, a kereső lényegében azt mondhatjuk, hogy akkor már egy szellemi úton jár, és akkor már csak idő kérdése, hogy mikor találja meg azt az ösvényt, amin keresztül végrehajthatja, akár a legmagasabb célig is eljuthat, végrehajthatja a megszabadulást, megvilágosodást, felébredést és számtalan célt meg tudunk fogalmazni. Tehát nagyon könnyű, illetve nagyon nehezen lehet erre valami egyértelmű választ adni, hogy mi a szellemi út. Véleményem szerint a nagy kérdés mindig ott van, hogy a sok lehetőség közül melyiket válasszam, melyik legyen az az út, amin gyakorlok, amit végigviszem, ami a fő csapás az életembe, és ettől még nagyon sok minden mást is megismerhet az ember, de kiválasztani azt az utat, ami hozzám tartozik, ami a személyes utam, az talán a legnehezebb dolog, hogy az ember oda találjon arra az ösvényre, amit járnia kell. Ha már megtalálta, akkor már nincs probléma, mert általában ezek az ösvények olyanok, hogy van egy vezetettség rajta. Úgy is, hogy szentiratok, meg tanítók, meg külső vezetettség, meg úgy is, hogy belsőleg azt látja az ember, mint amikor megy egy toronyba, hogy az egyik lépcső után jön a másik.
szükségszerűen, tehát nem kezdi el keresni, hogy van a következő lépcsőfok, hanem közvetlen ott van, látja, a következőt látja. Nem biztos, hogy az ötödiket, hatodikat is látja, de a következőt biztos, hogy látja. Úgyhogy ilyen szempontból az egy érdekes dolog, hogy az ember oda találjon az ösvényhez, ami az ő útja, ez a nagy feladat. Mert onnantól kezdve véleményem szerint már hát viszonylag akkor már, hogy úgy mondjam, biztonságban van, mert akkor elindulhat ez az ösvény. És hát ilyen szempontból is persze nagyon sok módszer van arra, hogy hogy tudja az ember megtalálni. Nyilván egyfajta megismeréssel próbál közeledni ezek felé, nézi mindegyiknek, hogy rá milyen hatást gyakorol, abba megvan-e az a lendület, megvan-e az ébresztő erő, ami ahhoz szükséges, hogy ezt elkezdjük élni. Vagy akár most egy másik végső tantrikus, hát nem szélsőséges, de mindenképpen a csúcson lévő változatot mondok. Például a szahadzsiák, ugye, akik azt tanítják, hogy eleve azt az utat kell járnunk, ami bennünk van, ami képességünk van. Tehát meg kell nézni, milyen képességünk van, és akkor tulajdonképpen az megmondja, hogy milyen utat járjunk, mert az a képességünk révén vagyunk alkalmasak az utat bejárni. Ugye ez a szahadzsa, velünk született képesség a szahadzsiáknak hát az útja. De olyan is van, hogy valaki belenő egy családba, ahol mindenki mondjuk egy katolikus, vagy református, vagy nem tudom milyen vallás, és akkor értelemszerűen az az ő útja, és akkor azon keresztül tud transzcendálni, akár még úgy is, hogy mondjuk átlép mondjuk a pisztikus, egyistenhívő kereszténységből mondjuk a gnosztikusba, vagy az iszlámból a szufiba, vagy a héber vallásból a kabbalába, tehát úgyis, hogy adott esetben túllép azon a határon és a gnosztikus úton folytatja tovább, így is előfordulhat. Hát meg úgy is előfordulhat, ahogy a múltkor említettem, hogy egyszerűen csak jön egy nagyon erős felszólítás, hogyha így folytatod az életed, akkor baj lesz, akkor ahol semmi jó abból nem származik. Tehát így is történhet. Mindenképpen tehát valamiféle transzcendens cél, valamilyen az életen és halálon túlmutató cél, lényegében azt nevezhetjük szellemi útnak, amely ezeket a célokat tűzi ki, és ezeket a célokat igyekszik megvalósítani. A buddhizmusnál egyértelműen ugye a megvilágosodás vagy felébredés a cél, és vannak technikák, amelyekkel ezt el lehet érni. Tehát a buddhizmus azért tudja jól megszólítani az embert véleményem szerint, mert nagyon a hétköznapokból indul ki. Tehát alulról, nem egy transzcendens lény elhitele vagy elfogadása a kiinduló pont, mint ahogy általában az egyistenhívő vallások szempontjából ez, hanem sokkal inkább az a kiinduló pont, hogy akkor most mi is van, hogy is vagyok, szenvedek, miért szenvedek, hogy is van ez az élet, és akkor mit kell tennem, hogy ne szenvedjek. Tehát abból indul ki, ami a hétköznapi élményünk, hétköznapi tapasztalásunk. És ezért, és ráadásul rögtön az elején azonnal, ugye az első lépésként a béke, meg az együttérzés, meg a nem ártunk másoknak, meg a nem okozunk kárt másoknak alapelve alapozza meg az egész utat, és ez is általában szimpatikus az embereknek. Tehát a buddhizmusnak ez az értéke, hogy onnan indul ki, ami a hétköznapi tapasztalás. Tehát nem akarja, hogy elfogadjunk egy valamilyen lényt, aki nem tudom én valahol az égben, vagy mit tudom én hol van, és akkor ezt el kell fogadnunk, és akkor minél jobban elfogadjuk, annál mélyebben járunk az úton, hanem abból indul ki, ami van, és ami van, azt szemrevételezi, megnézi az okát, megnézi, hogy tudna az okokat megszüntetni, és akkor egyszer csak egy olyan úton találja magát, aminek a végén ott van a megvilágosodás, vagy a felébredés, és hát értelemszerűen akkor már a lépcsőkön tud felfele lépkedni. Tehát
Tehát igazából nem könnyű erre válaszolni, hogy mi a szellemi út, hiszen nagyon sokféle, sok típusú, de talán ott van egy nagyon éles határ, hogyha látjuk, hogy mi zajlik a világban most, mint trend, mint ami a világ sajátossága, mert a világ sajátossága mindig az, hogy a tudatból minket kiránt. Ez az ő sajátossága. Régebben nem ilyen erővel tette ezt, de régebben is ezt tette. Most nagyon erősen megteszi ezt, nagyon erősen súlykolja bele azokat az elveket, amelyek antitradicionálisak, vagy szellemellenesek, így is mondhatom. És ezért aztán nagyon könnyen meg lehet húzni azt a határt, hiszen csak el kell fordulni azoktól az értékektől, amit a mai világ közvetít, és abban a pillanatban az ember egy szellemi úton találja magát. Tehát most megkönnyebbült a helyzet ilyen szempontból, mert annyira durva az az egész telekommunikációs világ, meg az internetes világ, meg a, tudom én, a televízió, ami nyomja, súlykolja azokat az elveket, amelyekkel az embert úgy beleágyazza abba a naív, realista, materialista világba, hogy itt könnyen, gyakorlatilag a lázadás itt eleve egy spirituális útba torkolik, hogyha valaki fellázad ez ellen, az eleve egy szellemi út irányába fordul, mert rájön arra, hogy ez akkora marhaság, hogy ez nem lehet komolyan venni. És onnantól kezdve elkezdi keresni, hogy mi is a valóság, hogy mi is igazán az ember feladata az életben. Tehát szellemi út ilyen szempontból számos ilyen létezik, számos vonal, számos ösvény, számos irányzat, számos út, de a lényege mégiscsak a megfordulás, hogy az ember megalapozottan kezdjen el járni egy utat. Tehát tényleg meggyőződjön arról, hogyha ezt folytatom az életembe, az nyílegyenesen vezet egy tehetetlenségbe, a halálba, a szenvedésbe és minden. Tehát valami mást kell csinálni. És ez a más a szellemi út. Ez a szellemi út. És abban nyilván van transzcendencia, nyilván van bizonytalanság is van végül is benne, hiszen általában a spiritualitás az nem annyira kézenfogható, mondjuk egy materialista útja, az egy kézenfogható dolog, mert ugye csak az van, amit látok, és akkor innentől kezdve, amit lát, az van, ami nem lát, az nincs, az kész. Tehát itt van egyfajta naív helyzet, ami egy támpontot ad az életébe. A szellemi útnál ott van egy bizonytalanság, mert ott mindig az a kérdés, hogy merre menjek, hogy jó-e, ha most csinálom, vagy például az apró kis győzelmek esetén is mindig van egy kis küzdelem, hogy most akkor a napi félórás reggeli meditációmba ott most mennem kéne, akkor most hagyjam, vagy kitartsak mellette, szóval vannak bizonytalansági faktorok, és ez a bizonytalanság azt jelenti, hogy a tudatnak meg kell erősödnie, mert egy olyan támaszt kell találnia, ami nem valóság, már anyagi valóság. Tehát olyan támaszt kell a tudatnak létrehoznia, amin önmagát meg tudja tartani. Elvek, szellemi elvek, meg egyebek, és ebben van egyfajta, értelemszerűen egyfajta bizonytalanság. Messze nem olyan, olyan biztonságot nyújtó idézőjelben, mint amikor azt mondja valaki, hogy hát ez a világ valóság, és onnantól kezdve fogadd el, amin onnan kapsz, és akkor kész, ez van. Abban van egy biztonság. A birkáknak a biztonsága, amikor a birkák az akolba úgy összebújnak, és akkor, vagy ahogy Indiában mondták, a pasuknak, az áldozati állatoknak a biztonsága. Ugye, hogy az biztos le fogják vágni. És ez van az emberrel, hogy biztos meg fog halni. Az a fajta biztonsága, hogy ebbe a világba úgy beleereszkedik, és akkor az ott található értékek után küzd, harcol, hogy a minél több értéket onnan meg tudjon szeretni, ebben van egy biztonság. A szellemi út az már egy kicsit bizonytalanabb, hiszen ott föl kell építeni valamit, ott létre kell hozni valamit, meg kell találni valamit, ami még most nincs meg. Kell egyfajta elővételezett bizonyosság. És aztán a magasabb szinten meg kell egyfajta isteni szomjúság, hogy szomjúhozni a célra, a valóság, a tényleges végső valóságra. Szóval ilyen szempontból is lehet értelmezni, hogy a szellemi utak
lényegében véve valamivel bizonyos értelemben bizonytalanabbak és kétségesebbek, viszont az eredményük az tartósabb és maradandóbb és értékesebb. Tehát ilyen vonatkozásokban is lehet szemlélni ezt a dolgot. A másik kérdésről igazából azért nem mennék bele, mert annyira bonyolult összetett, és annyira sokat kellene most itt körbejárni, hogy csak nagyon röviden válaszolnék rá. Mert az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi is a tudat, ugye az anyagi és tudat kettőségébe, akkor most már a szellemi úton járunk ezzel a kérdéssel, hogy mi is a tudat, és hogy vannak egyéni tudatok, és hogy újra születünk ebben, vagy hogy is lesz ez az egész folyamat, hogy részei vagyunk ennek, vagy egy tudat részei vagyunk, vegyülünk vele, vagy ilyesmi. Hát szóval nagyon összetett a kérdés, nem is olvasom végig fel, de csak nagyon röviden, nem részei vagyunk a tudatnak, hanem azok vagyunk, tehát amik vagyunk, az a tudat. A tudat nem más, mint a gondolkodásunk, az érzelmeink és az indítékaink összessége. Tehát ahogy gondolkodunk, ahogy érzünk és ahogy akarunk, és ebből persze van egy én élmény, na ez a tudat. És ennek a tudatnak vannak olyan, mondjuk úgy, hogy olyan részei, olyan eszenciális magja, ami a halálban nem szűnik meg. És az egy újabb tudat keletkezését fogja a következő testes töltésünkben generálni, és ez így megy végtelenségig. Tehát amikor meghalunk, bár megszűnik a gondolkodás, mint olyan, mint ami az életben, ahogy gondolkodunk, meg az érzés is, meg az indíték is, de talán vannak itt olyanok, akik emlékeznek rá, hogy beszéltünk el, hogy a rág, a trisna, a jiva és a karma, a hármassága, az nem szűnik meg, már pedig ezek nem más, mint a tudatnak valamiféle eszenciális, lényegi részei, amelyek az újraszületést generálják. Tehát így módon a tudat az nem részei vagyunk, hanem csak az van, nincs más. Csak az van, ahogy gondolkodunk, ahogy érzünk és ahogy akarunk. Ez a tudat. És minden más ennek a következménye. Ahogy gondolkodunk, annak a következménye, hogy vagyunk, mik vagyunk és milyen a világunk. Ahogy érzünk, annak a következménye, hogy vagyunk, mik vagyunk és milyen a világunk. És ahogy amilyen indítékok vannak bennünk, cselekvések, indítékok, annak a következménye, hogy vagyunk, mik vagyunk és milyen körülmények, milyen világ vesz minket körbe. És innentől kezdve szinte bárki azonnal azt mondhatná, hogy de hát akkor egyszerű, hogy mi a szellemi út. Hát valóban egyszerű. Ezt a gondolkodást, az érzeteket és az indítékokat át kell alakítani. Ennyi az út. És ez egy szellemi út. Na de az a helyzet, mint amiről beszélünk, hogy azt kell megváltoztatni, amivel megváltoztatjuk azt, amit meg kell változtatni. És ez a bonyolult benne. Ez a nehézség. Ezért aztán oda kell fordulnunk, meg kell néznünk, hogy mi is ez, ahogy gondolkodom, milyen érzelmek vannak bennem, hogy mi az az érzelem, honnan jön, hová megy, mit csinál, stb. Stb. És ez már az önvizsgálat, ez már az a kategória, hogy ismerd meg önmagad, a Dendalai Jósda felirata, mert akkor már az ember keresi azokat a pontokat, ahol meg tudja ragadni a tudat természetét, a tudat jellegét, és onnantól kezdve értelemszerűen meg tud változni. Ha valaki csak annyit csinál, hogy rájön, hogy egy gyűlölködés az egy olyan negatív érzet, ami szenvedést okoz neki, és ezt a gyűlölködést elkezdi vizsgálgatni, ha csak ennyit csinál, onnantól kezdve már nem bántja a szomszédját, akkor már nem enged teret a gyűlölködésnek, akkor nem kifele elengedi és más valakit megver, vagy mit tudom én, hanem már egy szellemi úton jár, mert már vizsgálgatja, már keresi az okát, a gyökerét, a színét, a formáját, és akkor fokozatosan egyre finomabb és finomabb síkokon tudja szemlélni az érzést, egészen odáig, vagy egy érzelmet, egészen odáig, míg nem találkozik annak az érzelmnek az üresség természetével. És az egy megnyugvás, az egy felszabadulás, az egy hazatalálás. Mert onnantól kezdve az azt jelenti, hogy ezeknek az érzeteknek nincs saját természete. Ráadásul
Na hát ez az, ami most messzire vezetne. Úgyhogy igazából véve csak most röviden ennyit mondanék erre, mert nem marad időnk a mai témánkra. Márpedig a mai témánk az is igazából ezzel függ össze, mégpedig a mai témánk az a jobb kéz útja és a bal kéz útja, illetve a száraz út és a nedves út kérdésköre. Na most ez egy... Nagyon ritkán találkozunk ezekkel a fogalmakkal, két okból. Egyik ok az, hogy az találkozik ebben, aki a tantrával találkozik. Tehát ez a kérdéskör, ez a tantrának a része. Egyszerűen azért, mert a tantra előtti, vagy hogy is mondjam, a tantra alatti, ez se jó szó, tehát a tantrán kívüli, mondjuk így, utak, azok általában száraz utak. Tehát ott, vagy mondjuk úgy, hogy jobb kéz útján járók, akik a tantrán kívüli utakat használják, ezt mindjárt körül fogjuk járni, hogy mit is jelent. A tantrán belül viszont megjelenik a bal kéz útja, ami majd a óra második felében a hermetikán belül a száraz és nedves utat fogjuk megnézni, ami teljesen ekvivalens a tantrának a jobb kéz és bal kéz megnevezésével, csak ott száraz és nedves útnak nevezik, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nagyon fontos, hogy meg tudjuk határozni, hogy milyen úton járunk, hogy mik a feladatok azon az úton, hogy vannak-e veszélyek például azon az úton, hiszen a bal kéz útja, a vámácsára és a nedves út, azok veszélyes utak. Jobbára az összes guruváda az a vámácsára kategóriába tartozik, tehát ott veszélyekkel jár. A száraz utak, vagy a jobb kéz útja, az nem jár veszélyekkel, ott egy olyan fokozatiságról van szó, amikor lépésről lépésre halad, nincs veszély, nincs krízis, nincs fenyegetettség, egy olyan szellemi út, amikor fokozatosan járni lehet azt az utat. De a vámácsára, tehát a bal kéz útja, illetve a nedves út, ott az tele van veszélyekkel, és ezekről a veszélyekről fogunk ma beszélni, úgyhogy már mondom is a témát, az alkohol, a kábítószer, a pia, az volt a szexualitás, a stb. Tehát csupa veszélyes dolog. Amit a dakshinacsára, tehát a jobbkéz útja az kikerül, kizár, és nem fogad el, tehát nem a szellemi út része, ugye, ezek, amiket előbb felsoroltam, az a vámácsára esetében, ott mondhatom, az útnak a része válhat, ha jól csináljuk, de éppen azért, mert veszélyekkel jár, és könnyen az ember eltévejedik, és könnyen, én ismerek olyan vajdasági gurút, idézőjelben, aki elment Indiába ilyen tantrikus dolgokat tanulni, utána visszajött, és úgy elkezdett pihálni, hogy 3 hónapban meghalt. Mert egyszerűen belezúgott, beleszédült, elvesztette a fonalat, és stb. Tehát ezek nagyon veszélyes dolgok, hogy ezek a korábbi ösvények által megtagadott és kizárt veszélyes dolgok, mint például az előbb említett alkohol meg egyebek, hogy ezek is az út részei legyenek, az egy nagyon veszélyes dolog. Ezért tehát meg kell különböztetni a utakat ilyen szempontból is, nem csak olyan szempontból, hogy külső eszközt használ, vagy nem használ külső eszközt, ugye ez is egy lehetőség, erről is már lesz szó, hanem abból a szempontból is, hogy a hagyományos kereteken belül marad, és akkor végül is mondhatjuk, hogy a dakshinacsára útját járja, vagy a hermetika szempontjából a száraz utat járja, vagy a modern kor minden kihívó erőit felhasználva, ezeket az útjába transformálva, ezeket is bevonva a szellemi megvalósítás körébe, a balkéz út, vámácsára vagy a nedves út úton jár. Ez lesz ma tehát a témánk, és valójában
Mindenek előtt tisztázzuk, hogy, hogy amikor azt mondom, hogy dakshina, ugye a dakshina csára szó szerint ugye azt jelenti, hogy, hogy a jobb kéznek az útja, a jobb kéz tanítója, jobb kéz tanítás, dakshina. A váma pedig a bal kézre utal, vámácsára, az pedig a bal kéz tanítás. Ugyanez lesz, mint említettem majd a hermetikánál, a száraz és a nedves úttal. Tehát két olyan ösvényről van szó, amiből az egyik, a dakshinacsára az veszélymentes, fokozatos, lépésről lépésre haladó, a veszélyes dolgokat kizáró, leszűkülve ugye mondjuk a buddhizmuson belül a vinajára, a szabályokra, mit szabad, mit nem, és akkor azon belül ott halad, és azon belül gyakorol, azokat alkalmazza csak, amit a vinaja enged, stb. Stb. Még a mahájána fele is tulajdonképpen ide a dakshinacsárához sorolható. És aztán a másik pedig a vámácsára, az pedig, amikor bevonja azokat az elemeket is, amelyek veszélyesek, és így módon kiterjeszti tulajdonképpen az utat azokra a dolgokra is, amelyek egyébként általában kivannak a szellemi út, a szellemi gyakorlás szempontjából zárva. Na most erre ez egy késői fogalom, hiszen a tantrával jelenik meg, és a tantra későn jelenik meg. Miért jelenik meg a későn a tantra? Ugye a múltkor nem igazán volt lehetőség arról, hogy részletesebben erről beszéljünk, de valójában ilyen korszakokra osztják a hindu, és a buddhisták ezt elfogadják, a hindu korszakolás az időt, és a bizonyos korszakokat állapítanak meg. Ugye volt a kezdetben a Krita Yuga, aztán a Tréta Yuga, aztán a Dvápara Yuga, és legvégén a Kali Yuga. És ugye a Kali Yuga az nem olyan nagyon régen kezdődött, az időszámítások előtt 3102. február 16-áról 7-ére forduló éjszaka kezdődik ugye a Kali Yuga, Krishna halálával, és így módon tulajdonképpen ebbe a Káli Yugába jelenik meg a tantra, hiszen a Krita Yugában, az aranykorban, a kezdet nagy időkorszakban, de hát az is eltartott 1.728.000 évig, tehát nem egy rövid időszak, 1.728 év, de mindegy, akkor még élő volt a hagyomány, tehát nem volt szükség szinte, azt lehet mondani, nem kellett út, élt a hagyomány, tehát egyszerűen jelen volt minden, még gyakorolni se kellett, mert nem volt mit, mert az emberek májikus képességekkel bírtak eleve, és lényegében nem volt szükség rá, teljesen élő volt a hagyomány. Mint ahogy a Tréta Yugában, ugye ott már a Smriti, az emlékezés által tudtak kapcsolódni az eredethez, ott már nem volt élő, de még az emléke megvolt. Az ősiségnek, az ősi hagyománynak. És aztán pedig a Dvaparába, ott pedig már az emléke is alig elhalványosult, ott jelenik meg a dzsinyána, jóga, meg a szövegek, ugye a legtöbb szöveg ebből a korszakból hozza, mert ez már egy meghasadt, egy kettős világ, ugye a Tréta Yuga az még egység, illetve a Krita Yuga még egység, a Tréta Yuga az egy hármasság, a Dvápara Yuga az egy kettősség, lényegében véve meghasadtság, és akkor elérünk a sötét korba, a Káli Yugába, ahol pedig teljesen összezavarodik minden, elsötétül minden, és ekkor már azok a hagyományos technikák, azok a hagyományos ösvények már korlátozottan járhatók, mert már szinte az emlékezet sincs meg róla, hogyha most elviekben minden embernek emlékeznie kellene az ős hazára, meg az ős eredetre, elviekben. Mint ahogy emlékeznie kellene arra is, hogy amikor megszületett, hogy jött át, hogy jött ebbe a világba. Elviekben, de hát ki emlékszik, senki nem emlékszik rá, csak aki gyakorolja, persze az emlékezhet rá, mert nem nincs akadálya, vissza tudjuk hozni ezeket az emlékeket, hiszen bennünk vannak, de általában nem emlékszik rá az ember. És a Kali Yugába
ott olyan hát állapot áll elő, olyan feledése a hagyománynak és a tradíciónak, hogy itt szükség van egy olyan útra, amely már nem csak a tradicionális emlékekből, a hagyományból, a tanításokból épül, hanem a közvetlen mérgek és a sötétség bevonásával találja meg ezt az utat. És ilyen értelemben, tehát a Kali Yugában jelenik meg maga a tantra is, ami kiterjeszti, ugye ezt jelenti a tangyök, meg a tantra szó, hogy kiterjeszti az utat, az ösvényt olyan dolgokra is, amelyek egyébként ösvényellenesek és megvalósítás ellenesek. Ezeket is bevonja már a gyakorlásba, bevonja már a... Hiszen gondoljunk bele, azért a tantrának nagyon veszélyes dolga. Például azt mondja, ebben foglalkoztunk a múlt alkalommal, az őszi szemeszterben, azt hiszem egy alkalommal, röviden, hogy miket mond? Hogy szabadság már is jelen van. Ugye hát ez nem jellemző a hagyományos utakra, mert azt mondják, hogy gyakorolj, és akkor majd eléred a szabadság. A tantra rögtön, a szabadság már most jelen van. Tehát az a kiinduló pont, hogy szabad vagyok. Na most gondoljuk bele, ez milyen eltévejedési lehetőségeket hordoz. Vagy pedig ugye a célja, hogy minden mérget elfogad, minden mérget magamévá tenni és átalakítani elixírré. Ugye ez is egy olyan dolog, hogy hát azért nem kézenfekvő, hogy valaki a mérgezettséget át tudja alakítani. Tehát ez egy olyan vállalás, egy olyan dolog, ami hát komoly problémákat okozhat. Vagy például tovább menve, hogy nincs olyan, hogy magasabb állapot, hanem a jelen állapotunk a legmagasabb. A létező legmagasabb. Ugye ez is egy olyan tantikus alapállás, ami elgondolkoztatja az embert, hogy akkor hol van törekvés. Nincs törekvés. Ez is ugye megint a tantrából jön, hogy nincs igazán elérendő. Miért van ez így? Azért van így, mert hogyha ennek utána járunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy valóban a jelen tudatosságnál nincs nagyobb tudatosság, nincs szebb világ, nincs jobb világ. A létező legjobb világnak a részesei vagyunk. Tehát ennél nincs szebb világ, nincs jobb, nincs elérhető. Most itt szabadok vagyunk, csak nem tudunk róla esetleg. Tehát olyan elveket fogalmaz meg a tantra, ami persze rájövünk, hogy aztán a később az út során rájövünk, hogy ezek abszolút igazságok tulajdonképpen, és teljes mértékben a valóság leglényege tulajdonképpen ebben megfogalmazódik, csak hogy amikor az ember ahhoz, hogy ezt tartósan átélje, és eszerint vezesse az életét, hogy eszerint éljen, hogy ez a létező világ legtökéletesebben így létezzen, hát az egy feladat. Tehát a tantra foglalkozik, és a tantra, amikor megjelenik, a tantrán belül jelenik meg tulajdonképpen a dakshina és a vámácsára, mert lényegében véve egy két olyan lehetősége van az embernek, ami, és itt most a hindu tantráról kezdek el majd beszélni, ugye a hindu tantrának jellemző, hogy három istenségben fogja meg a létezést, a Brahma, Vishnu és a Shiva aspektusát fogja meg, tehát mondjuk úgy, hogy a világ felé forduló teremtőnek három arca van. Az egyik arcával teremt, a másik arcával fenntart, a harmadik arcával lebont. Ugye, tehát teremtés, fenntartó, lebontó aspektusa a világ felé forduló Brahmának vagy teremtőnek, ez a úgynevezett Trimurti, a hármas istenség, és aztán nyilván a Brahma hívők nincsenek, mert a teremtésben nem lehet részesülni abban az értelemben, ahogy a fenntartásban és a lebontásban lehet, hiszen a teremtés az adott. Miért adott? Mert már megtörténik, most éppen a érzékszerveinken keresztül történik a teremtés. Mondhatnánk, hogy Brahma vagyok, na de hát ez ugye, akkor hol a megvalósítás? Ha valaki ráébred arra, hogy most éppen teremt, az a teremtő.
És persze ráébredhet, hiszen a múltkor mondtam, belülről furta a teremtő a test nyílásait, és kifelé nézünk, fordulj befelé, és a teremtőt megtalálod. Ilyen egyszerű a történet, csak mégis ráébredni arra, hogy mi magunk teremtjük magunk köré ezt az egész dolgot, amikor minden ez ellen szól, ugye, mert hát ez ellen szól az egész világ, minden, a tudománytól kezdve minden ez ellen szól, hát akkor nem könnyű ezt az állapotot fenntartani, márpedig ezért aztán nincs is Brahma vallásosság, ugye. Jól példázza ezt az a kis történet, ami arról szól, hogy Brigu, a legősibb szent, a szentek szentje, az első ember, vagy első szent, az elmegy megkeresni, hogy ő már pedig szeretne egy Isten tisztelni, hogy melyik legyen az az Isten. És akkor elmegy, meglátja Brahmát, Brahma önmagába teljesen elmerülve ott ül, teljesen ott, ezt nem lehet tisztelni, ez teljesen el van merülve magába, nincs mit ezen tisztelni. Megy tovább, ott látja Sívát, amint Parvatival ott az ölébe ül Parvati, és ott nagy szerelembe el vannak merülve, és imádják egymást. Nincs mit tisztelni, hát ez teljesen ide. Megy tovább Brigu, és akkor odaér Visnu, az a képen szúnyogkál, és akkor belerúg Visnuba, és akkor Visnu fölriad, és akkor leborul Brigu lábaihoz, hogy jaj, bocsánat, hogy elaludtam, és akkor azt mondja Brigu, na, te vagy alkalmas arra, hogy én tiszteljelek. És onnantól kezdve Visnu tisztelik a Visnu hívők. Tehát ebből a történetből is látszik, hogy azért még régen másképp álltak hozzá az istenekhez, mint ahogy a mai nap hozzáállnak. Ez egy kis hindu, nem is tudom, hol találta az a kis hindu szöveg, de lényeg az, hogy egy nagyon régi kis szöveg. Lényeg az tehát, hogy van a Brahma, a Visnu és a Shiva, és Brahmának nincs ilyen értelemben kultusza, ha szabad így mondanom. Visnunak annál inkább, és Shivának pedig kivált kép. Tudnék, azt ismerjük ugye a Krishna tudat mozgalmat, akár mondjuk az egy kicsit olyan, hát hogy is mondjam, csak hát lefokozott visnuizmus, de mégiscsak a Visnu úthoz tartozik. És a Visnu út az lényegében egy, mondhatnánk, hogy száraz út abban az értelemben, hogy az nem tartalmaz veszélyeket. Tehát a visnui út az tulajdonképpen a Visnu dicséretében és a Visnu nevének a mantrázásában, meg olyan elemeket tartalmaz, amelyek tulajdonképpen olyan gyakorlatok, amelyeket lehet végezni, és veszély nélkül tulajdonképpen tud valaki Visnu hívő vagy Krishna hívő lenni. És akkor annak vannak az avatárái, ugye Visnunak, ahogy megjelenik különböző formákba, különböző időkbe, különböző formákba, és akkor mint például Krishna, ugye, vagy Buddha, Buddhát is oda sorolják a visnuisták, a Krishna hívők, hogy Buddha egy olyan Visnu avatára, aki azért jött, hogy az embereket megszédítse és eltérítse a helyes útról, és megkavarja, és stb. Hát mondják ők, nyugodtan áll, azt mondanak, amit akarnak. De lényeg az tehát, hogy mindenféle alakzatban megjelenik Visnu, és ezért aztán a vajsnavák, vagy Visnu hívők, vagy Krishna hívők, ezek tulajdonképpen egy száraz utat járnak, és veszélymentes utat járnak, és hát ott magasztalják Visnut, és ebben úgy el vannak. A Shiva hívő azonban ott más a helyzet, mert Shiva az egy pusztító erő. Ugye a Shiva az a mindennek a lebontó ereje. Akármit megnézünk a világon, annak van egy létrehozó aspektusa, egy fenntartó aspektusa, és egy lepusztító, egy leromboló, egy megszüntető aspektusa. Tehát a sívai dolog az már ott már az nagyon izgalmas, mert ott benne vannak azok a pusztító erők, amelyek a világban működnek. Ezért aztán lényegében azt lehet mondani, hogy általában a vajsnavák azok dakshinacsára kategóriába tartoznak, a sívaisták, tehát a saivák azok pedig a vámácsára, tehát a balkéz útját járják, hiszen ott van egy romboló erő, amit be kell építeni az útba.
Múlt alkalommal beszéltem arról ugye, hogy ennek az felel meg, amit a múlt alkalommal úgy mondtunk, hogy a pravritti, tehát a kibontakozás, amikor létrejönnek a dolgok, és a nivritti, a visszatérés, amikor visszajutunk oda, ahonnan kibontakoztak a dolgok. Ugye ez a lét két aspektusa, erre mondtam azt, amikor megkapja a levelet, hogy ébredj fel, akkor tulajdonképpen a kibontakozás állapotából a visszatérés állapotába tért át az a folyamat, tehát éppen az Isten fia, aki arról szólt a Gyöngyhimnuszba. De általában tehát a kibontakozás azt jelenti, hogy megyünk a tudat irányából a lét irányába, tehát a kibomlás irányába. A visszatérés pedig azt jelenti, hogy valahol megfordul a tudat, megfordul, önmaga felé fordul, elkezdi keresni, vizsgálni az eredetet, a gyökeret, ahonnan jött, és ez a visszatérés fázisa a nivritti, vagy parávrittinek is szokták nevezni, tehát a visszatérő, visszaforduló aspektusa, ami Sívához tartozik. És a Síva uralja ezt és ebbe ez a sívai principium, vagy akár néha szokták rudrai principiumnak is, pont a pusztító jellege miatt rudrai principiumnak is nevezni. És hát lényegében véve ez a sívai pusztító erő, ez a legdinamikusabb erő, ami az emberben egyáltalán van. Tehát ezért van az, hogy mindenki maga megcsinálja a maga halálát. Mindenki abba hal bele, hogy rosszul, hogy elpusztítja önmagát. Vagy azért, mert nem tudja, hogy kéne élni, vagy azért, mert önpusztító életet él, vagy azért, mert direkt, vagy azért, mert véletlenül, vagy azért, mert tudatlanságból, de mindenki elpusztítja önmagát. Tehát mindenki meghal, de nem azért hal meg, mert szükségszerűen meg kell haljon, hanem azért hal meg, mert elpusztítja magát, mert benne a romboló erő, az a fékevesztett romboló, a sívai erő, az erősebb, mint a fenntartó erő, vagy mint a teremtő erő. És ez a helyzet, hogy erősebb bennünk ez a pusztító erő, mint a másik kettő. Tehát egyszerűen ez egy olyan hatalmas erő, ez a pusztító erő, hogy egyszerűen túl van minden megfogható, hétköznapi megfoghatóságon, és hát ez a legbelső és legdinamikusabb erő az emberben. Na most ilyen szempontból, és akkor itt lehetne hosszasan beszélni erről, ugye ennek leginkább a kifejeződése az idő, nem véletlen például a preorfikusok, mondjuk most egy kitérőt a görögök felé, a preorfikusok ugye az időt tekintették végül is a legnagyobb istennek, a Kronosz volt, az idő volt a legnagyobb istenük, mert abba is, az időben is ez a pusztító erő munkál, és hát nem véletlen lehet megfogalmazni a lét szenvedésteli aspektusáként az időbe vetettséget, és a felszabadulást és megszabadulást pedig az időn túli időtlenség állapotával nem véletlenül lehet összekapcsolni. Ugyanez persze a tér és a teren túli állapotra is igaz persze, de itt most kimondottan a nagy vadász, vagy a Zagreusnak, ahogy nevezték a görögök, a nagy vadász, aki lerombol és elpusztít mindent, vagy Kronosz az idő, aki szintén elpusztít mindent. Szóval az a helyzet, hogy valójában az emberi élet nagyjából, azt mondhatjuk, hogy az emberi élet minden pillanata lényegében véve egy ilyen elmúlás, egy krízis, egy szenvedés, egy pusztulás, egy destrukció. Tehát lényegében ez dominál, és valójában ebben az pusztító erőben, ami állandóan a tudatunk része, ebben ott munkál egy olyan világerő, ami a megszabadulásunknak is a része lehetne. Tehát egy olyan világerő jelenik meg ezzel a pusztító erővel, ami bennünk munkál, hogyha ki tudnánk terjeszteni erre a tudatosságunkat, ha ezt birtokba tudnánk venni, ezt az erőt, akkor ez lehetne a hajtóerő a megszabadulásunkig. Ugye ez az alaphelyzet. És hát ilyen szempontból jutunk el odáig, hogy ezt az erőt ugye úgy nevezik tulajdonképpen, hogy Chakti erő, a
jogába, hiszen a jóga az Sivához tartozik. Tudjuk jól, hogy a jóga, illetve hát a Siva az ura a jogának, a Siva a jóga ura. És eleve ugye, mert a jóga visszatérésről beszél, hogy hogyan tudunk visszatérni egy egyensúlyi, harmonikus, felszabadult, megszabadult állapotba, erről szól a jóga, természetesen, hogy ez akkor Sivához tartozik, és itt már két aspektusról beszélhetünk, az egyik ugye például a Dakshinacsára szempontjából a mondjuk például a Lajakaria típusú jogák, ugye a Lajakaria oldáskötés jogák, hogy bizonyos dolgokat ott megszüntetünk magunkba és helyette kötünk magasabb rendű dolgok felé. Tehát a Lajakaria oldáskötés jogája, és általában a jogák, a hagyományos joga vonalak többsége az a Dakshinacsárához tartozik, tehát azokhoz az utakhoz, amik nem jelentenek veszélyt, mert ezt gyakorolni kell, és hogyha az ember jó, persze ebben is van, hogy valaki meghúzza a derekát, hogy csinál egy ekét, mert merev, vagy mit tudom én, de valójában tényleges olyan veszélyeket nem jelent, mint a tényleges vámácsárán belül. A váma a szó szerint azt jelenti, hogy bal, de azt is jelenti, hogy kemény, azt is jelenti, hogy ellentétes, szembenállásos, tagadásos, ezeket mind jelenti. És röviden, tehát a tantrának a balkész tanítása, vámácsára a lényegében a veszélyeket összefoglaló útja. És hát ez lényegében szemben áll a teremtő, tehát a manifestációnak a teremtő és a fenntartó aspektusával. Nem véletlenül van az, hogy ugye a indiai mondákban Shiva meg Vishnu között ott állandóan megy a adok-kapok. Tehát értelemszerűen a sívai út az szemben áll, vagy legalábbis hát tagadja, vagy más mint a Vishnui vagy a Brahmai út. Na most innentől kezdve tehát azt mondhatjuk, hogy két, tehát a Dakshinát azt most zárjuk ki, most csak a vámácsáráról beszéljünk, tehát a veszélyes dolgokról, a veszélyes útról beszéljünk, és mint említettem, tehát ebben van egy olyan erő, amit meg kell találni, meg kell fogni, és ilyen értelemben hát egy felbontó, megszüntető, meghalasztó erő van benne. Tulajdonképpen ugyanaz, mint ami például a halálban, amikor a tudatunk, az én tudatunk megszűnik, abban is ugyanez az erő van, mint ami az életünk során mindent lebont. Tehát minden, van ennek egy egyébként, ennek a vámácsának egy olyan szélsőséges aspektusa, amit úgy neveznek, hogy Svechacharinok, ami szó szerint a Svechacharin, az azt jelenti, hogy akik azt csinálnak, amit akar. Tehát egy ilyen teljesen szélsőséges aspektusa a vámácsárának. De most ezt nem tárgyaljuk, szó szerint azt jelenti, hogy aki megcsinál mindent, amit akar. És a Szahadzsajánának egy mellékvonala, egy radikálisabb vonala. Körülbelül olyan, mint az átamához, ahogy a tekikagyű viszonyul. Tehát a tekikagyű egy ilyen Svechacharin vonalnak felel meg, ugye teljesen mindent semmibe vesz, és mindent utak, meg ennek a nagyjából. Szó szerint nem akarok kimondani, hogy mit mondana, egy nagy üveg borral a kezébe, félig részegen. És még mindig úton járóknak tekinthetjük őket, ha, és persze vannak itt kritériumok, de tehát még ilyen szélsőséges aspektusa is tud lenni az útnak. Na most tehát a vámácsárán belül is tovább bonthatjuk a dolgot, és mondhatjuk, hogy két aspektusa van a divjácsára és a vírácsára. A divjácsára, a divja ugye isteni út, és a víra pedig a hősöknek, a víri, a hősöknek az útja. Tehát a vámácsára tovább bomlik divjácsárára és vírácsárára. A divjácsára az részben ilyen visnui, de már a sívain belül vagyunk, tehát részben egy kicsit a visnui színezete van, hiszen ott az isteni utat követjük.
Most például az isteni út, ugye mi lehet az isteni út? Például az, hogyha az istenné válásnak olyan útján járunk, ami például a paramparába megvalósul, amit a parampara ugye átadás, egy apa adja fiúnak, apa adja fiúnak, és a fiú mindig elvégez egy szertartást. A fiú mindig úgy búcsúztatja el az apját, hogy felszabadítja az apját, és ezáltal az apja a divjácsánál, ősök útjának is szokták nevezni, ha nem jó van végrehajtva a szertartás, akkor az ősök útját járja, ha jól van végrehajtva a szertartás, akkor a divjácsára útját járja, mert az isteni utat követi. Ha nincs fiúgyerek a családba, akkor eleve ez ki van zárva, mert csak fiúgyerek végezhette a szertartást. Ezért mondják azt, hogy a lányos apák azok a közvetlen utat járhatják csak, mert ott nincs, aki elvégezze nekik a szertartást. Igaz, ott nincs, nem tud működni ez a fajta dívja isteni természet feletti felé való irányulás. A másik pedig a vírácsára esetében, a hősnek az esetében, ott megint más a helyzet, tudnélik, amíg a divjácsára esetében lényegében egy olyan utat jár, hogy ő magába azt a világerőt felébreszti részben ugye az átadás és a hagyományvonal követése és a gyerek által elvégzett szertartás folyamán, de mégiscsak ezt önmagába felébreszti ezt a világerőt, és a világerő által válik istenné, addig a vírácsánál nem ez a helyzet, nem önmagában ébreszti fel a világerőt, hanem egy személybe ébreszti fel a világerőt, egy nőbe ébreszti fel a világerőt, egy nőhöz kapcsolódik, és itt már érezzük a tantrának azt az aspektusát, hogy elkezdődik egy olyan út, ahol a férfi és a nő egy utat jár, és ennek eredményeképpen tehát összekapcsolódik, mondjuk így most összekapcsolódik egy dákinival, és a dákinival ébreszti fel a világerőt. Ez most nagyon egyszerű hétköznapi szavakkal azt jelenti, hogy Isten nővé transformálja azt a partnert, akivel ő van. És ráadásul teljesen mindegy, hogy ez a partner. Persze vannak olyan irányzatok, mindjárt arra kitérek, vannak olyan irányzatok, ahol megszabják, hogy milyennek kell lenni annak a nőnek, akivel ilyen gyakorlatokat lehet végezni, de általában nem ez a helyzet, hanem általában az a feladat, hogy minden nővel lehessen végezni ezt a gyakorlatot. Most bocsánat a hölgyektől, hogy a férfi szempontból mondom ezt, de majd átváltok női szempontra is. Most innen közelítjük meg. Tehát a férfinak az a feladata, hogy minden nőbe észrevegye ezt a világerőt. Ne tegyen különbségeket, sőt a legalacsonyabb rendű nőbe is, mint a szövegekből ez kijön, abba is észrevegye ezt a világerőt, tehát transformálja ezt a világerőt, és ehhez kapcsolódva, ezzel társulva, most idézően összeölelkezve, ezzel egyé válva realizálja a sívai pusztító erőt, és ezzel a sívai erőt egy megvalósítás érdekében fordítsa vissza. Tehát az egyik út, a divjácsára az tudatosan felébreszti önmagában ezt az erőt, és egy belső úton ezt átéri ezt a világerőt, és amikor meghal, akkor ezzel egyesül. Vagy akár még életében is előfordulhat, hogy egyesül, a másik pedig összekapcsolódik egy dákinival, és ezzel egyesül, és ebben ragadja meg a világerőt. Na most ehhez kell azért vírjácsára, vagy vírácsára, mert ehhez kell az a heroizmus, ami miatt nem viszi el az embert ez az ellenerő, mert ez egy ellenerő. És amiért tehát vírácsára azért, mert itt kell egy olyan heroisztikus hozzáállás ehhez, ami miatt nem viszi el az embert ez az erő. Na most tehát a buddhizmusban ugye nagyon jól látszik, amikor ugye ott a férfi és a női aspektus, hiszen a buddhai tantra is végsősorban azt lehet mondani, hogy a vámácsára irányzathoz tartozik,
És ott nagyon jól definiálja ezt, hogy ugye a férfi az képviseli a módszert, ugye az upáját, illetve képviseli a karunát, és ebben szemben a nő képviseli a sunyatát és a prázsnyát, tehát a bölcsességet és az ürességet, és amikor ez egyesül a módszer és az üresség, a karuna és vagy a karuna és a sunyatá és az upája és a prázsnyá, akkor ott létrejön egy olyan egység, az ellentétes pólusokból egy olyan egység, ami tulajdonképpen a teljességet reprezentálja. A jogában ott is tudjuk ugye, hogy a kundalini erőnek a felébresztése, a Shakti-nak a felébresztése, a Shakti az egy nőnemű szó, és az erőt, a természet lényegét fejezi ki, és amikor ez felébreszti ugye a jógi, ha magába, tehát most megint a divyácsára irányból nézzük, akkor magába felébreszti ezt az életerőt, ezt a természeti erőt, a kundalinit, ugye, ami 3,5-szeresen össze van tekeredve, szimbólum, ezek szimbólumok, össze van tekeredve ott a gátnál, és akkor felébreszti, és tulajdonképpen a világokon keresztül, a csakrákon keresztül, az erőközpontokon keresztül, egészen az usnisa kamaláig, ugye a Brahma randráig, így is úgy is nevezik, odáig viszi fel ezt az erőt, és ott tulajdonképpen az ellopanás azt jelenti, hogy tulajdonképpen a teremtővel azonosul, amikor ezt az erőt fölviszi a legmagasabb pontig. És különböző állapotokon és különböző szinteken keresztül, és hát ez a tantrikus jóga, végsősorban ezt írja le a tantrikus jóga. Na most még itt egy pillanatra megállva, lényegében véve röviden átugrunk dolgokat, de az a lényeg tehát, hogy a vámácsáránál ezeket a nedves erőket, ezeket a veszélyes erőket vonja be tulajdonképpen a jógi az útjába, már hogy az útja részévé teszi, és erre van egy klasszikus, a tantrikus gyakorlatokban ismert úgynevezett pancsamakára gyakorlatrendszer, ami a buddhizmusban már pancsakáma guna néven ismert, és ott így is gyakorolják, de eredetileg a hindu rendszerben ez a pancsamakára, ez tulajdonképpen azt jelenti szó szerint, hogy pancsa 5 M betű. Ennyit jelent csak, hogy az 5 M betű, mint tantrikus gyakorlat. És ez végül is arról szól, arra vonatkozik, hogy a madhya, a mamsa, a matsya, a mudra és a maithuna bevonása a gyakorlatba, a praxisba tulajdonképpen, a szellemi utunkba bevonni ezt az 5 M betűvel kezdődő szó, a szó által takart gyakorlás. De mik is ezek? Hát nézzük sorba. A madhya az a mámor, a bor, az ital, általában a mad az a részegség, gyönyör, mámor, ezt jelenti a gyöke, de tulajdonképpen az alkoholt és az alkohol okozta mámort értik alatta. Tehát egyrészt a madhya. Aztán van a mamsa, a hús. Ugye legtöbbször a sima száraz úton, vagy a sima dakshina úton, dakshinacsára, ott nem húsfogyasztás általában az nem jellemző. Nem biztos, hogy szigorúan, például a buddhizmus nem tiltja szigorúan, de általában nem jellemző, hogy húst fogyasztanak, hiszen az valaminek a megölésével jár, és a megölést kerülni kell. Jó, azt mondja a Buddha, hogy ha nem tudjuk, nem láttuk, nem hallottuk, akkor megehetjük, de ha tudjuk, látjuk, hallottuk, akkor nem ehetjük meg. Tehát ha tudjuk, látjuk, hallottuk, hogy miattunk vágták le, hogy miattunk került oda az állat, akkor nem ehetjük meg a húst. Ha nem tudjuk, nem láttuk, nem hallottuk, hogy miattunk, akkor megehetjük, mondja Buddha egy szútrába. Mert hiszen azért ne felejtsük el, hogy amikor korábban a szirkéjükkel mentek a szerzetesek, és ugye összerakták nekik a szirkéjükbe az ebédet, akkor ők nem finnyáskodhattak ott, hogy húst, azt nem eszek, meg nem tudom. Azt ettek, amit kaptak. De azt biztos, hogy nem miattuk vágták le azt az állatot, hiszen hát ők nem tudhatták, hogy jön az a szerzetes, tehát nekik teljesen ártatlan volt abban, hogy ott hús van abban a tányérban, mert ő aztán nem vágott le senkit meg.
Ezért mondja Buddha, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy mit tudom, hús kell ennünk, vagy olyan szituáció van, hogy hús van éppen, de nem miattunk vágták le, és nem mi, akkor nyugodtan együk meg, mert semmi bajunk nem. Ha miattunk vágták le, vagy ha az egónk miatt, akkor már lesz bajunk tőle. Mert akkor már problémás, hogyha az egónk miatt vágták le azt az állatot. Na mindegy, azt akartam tehát mondani, hogy itt a hús evés az része ennek a ritusnak, hogy húst eszik az illető. Aztán jön a macia, a hal, ami nagyon érdekes, ez a macia, mert igazából nem azt jelenti, hogy akkor a halevés, mert az ugye a húshoz tartozna akkor, hanem itt egy külön dologról van szó, itt arról van szó, hogy körülbelül úgy él, mint ahogy a hal a vízbe. Talán ebben lehetne a legjobban. Tehát megteheti, hogy olyan céltalanul él, mint a falusi bolond régen, aki ott feküdt egész nap a fa alatt, és úgy el volt, és csak vigyorgott, és nem voltak nagy céljai, hogy majd vesz egy nagy házat, meg betta, meg micsoda, hanem csak úgy, mint a falu bolondja, úgy el van. Szóval a hal valószínűleg erre utal, hogy mint a hal a vízben, szóval ilyen teljesen laza létmódot utal. A mudra az is egy nagyon érdekes dolog, mert maga a mudra az nyilván mudra az ilyen jeleket is jelent, azt is jelenti, hogy jelet mudrázni, ugye, hogyha mutatok egy jelet, az is egy mudrázás, de itt nem erről van szó. Itt arról van szó a mud gyöknek megfelelően, hogy öröm, élvezet, tulajdonképpen a mood rá az élvezetet adó, élvezetet nyújtó, és tulajdonképpen itt régebben a részegségnek a szubtilisebb vagy más természeti formájára utalt, valószínűleg a bangra, ahogy a bang meghasít, azt jelenti szó szerint a szanszkrit bang, a kábítószerre, tehát valószínűleg a hasisszerű kábítószerekre, ami ilyen, hát ilyen mesterséges paradicsom végső soron, de mégis tulajdonképpen részévé válik ennek az útnak a kábítószer. És végül az ötödik, a mai tuna a szexuális unió, a szexualitás tulajdonképpen. Na most, ha belegondolunk, hogy ital, hús, hal, mudra, tehát ilyen szárított magvak, kendermagvak, ugye tudjuk, hogy a régi hagyományban, régi tradícióban ezek fontos dolgok voltak. Hát tudjuk, hogy a szkítáknál rendszer Hérodotosztól tudjuk, hogy a szkíták minden ünnepen a tűzre, ugye tűz körül ott dobálták a tűzre, úgy írja a Hérodotosz, hogy a kendermagot dobálták a tűzre, amitől egy ilyen bódulat támadt, és akkor elkezdtek ott táncolni és kúrjongatni meg minden. De általában minden hagyományban van szerepe ezeknek a úgynevezett bódítószereknek. Például a médeknél minden nagyobb ünnep alkalmával a méd papok egy ilyen nagy tárcával vitték ki, hordozták körbe a nem tudjuk, hogy mit, mert az nem maradt meg, de a haumának nevezett ilyen kábítószerszerű valamit, és a népnek osztották szét, viszont soha máskor nem fogyaszthatott senki semmit. Tehát a ünnep alkalmával ezt úgy szétosztották, és a haumát, vagy Indiában ugye a szóma volt egy ilyen, amiről nem pontosan tudni, hogy milyen, de valamilyen ilyen kábítószer dolgot tartalmazhatott. Tehát ez része volt úgy a kultúráknak, de az volt a jellemző rá, hogy mindig ezek vezetetten, vagy valamennyire tudatosan használták ezeket. Tehát nem vált a társadalom részévé, vagy a, nem tudom én, egy általános örömkeltő forrássá, hanem ez kimondottan része volt valamilyen ritusnak, és a ritus részeként volt szerepe általában ezekben a régi társadalmakban. De említettem már, hogy egyébként az ős magyarság szempontjából is két szent növénye van a magyarok, volt a magyaroknak, a mák meg a kender. Igaz? Meg lehet nézni, Ipoly Arnoldnak elő kell venni a könyvét, erről a két növényről maradt meg a legtöbb népi szólás, hagyomány, hogy mit kell csinálni, hogy kell, és ez volt a jelen.
Aztán persze még 100 évvel ezelőtt a Magyarországon növő kender az még tartalmazott olyan kanabidiolt, ami ilyen kábító jellegű volt. Aztán később, amikor az 50-es években elkezdték az ipari kendert termelni, és iszonyú felfutása volt az ipari kendernek, akkor az átporozta persze a Kárpát-medencében található kendereket, és ez megszűnt ez a fajta kábítószer hatása a kendernek. De például még emlékszem, a 80-as években még Amerikából beszéltem valakivel, aki Amerikában egy ilyen katona volt az illető egyébként Amerikában, és beszéltünk, és azt mondja, hogy de mi is az, milyen dolog, hogy nálatok szabadon nő a kender meg a mák. És Amerikában az volt elterjedve, itt Magyarországon a kender és a mák ugyanúgy, mint perzsáknál, vagy a médeknél, vagy a mai ugye Afganisztán, Irán területén, főleg ott termeltek ezek, de hát hiszen onnan jönnek a magyarok őseim, majd erről fogok beszélni az egyik alkalommal. Tehát, sőt, azt is elmondtam a múltkor, ez egy aranyos történet, ezt mindig elmondom, hogy a Kádárnak beszóltak nyugatról, hogy azonnal szüntesse meg a mákföldeket, amik itt a Kárpát-medencében, itt Magyarország területén találhatóak. És erre Kádár azt mondta, ez ugye a 70-es évek elején, azt mondta a Kádár, hát bocsánat, én a mákot betiltom, akkor engem azonnal forradalommal kinyírnak, megszüntetnek. Itt a mákot nem lehet a Kárpát-medencébe betiltani, mert a mák az hozzá tartozik a magyarsághoz. Persze nem úgy, hogy megvágják, és akkor nem úgy, hogy a mákos tészta, meg a mákos beigli, meg a mákos... Volt olyan például egy francia hölgynek, az életében sose látott mákot. Először csináltam neki mákos bubát, csak hogy tudja, hogy milyen isteni a mák. És teljesen meg volt lepülve, hogy jé, a mákot meg lehet enni, és azt eszik is. Fogalmuk sincs nyugaton, hogy a mák micsoda. Magyarországon hihetetlen ősi kultúrája van. Azt akartam csak tehát mondani, hogy része a régi magyar hagyománynak ez a két szent növény, és valószínűsíthető, erről nem sokat tudunk, de valószínűsíthető a régi pogány szertartásnak is része lehetett, ugyanúgy, mint a szkétáknál, vagy a hauma esetében a perzsáknál, vagy a szóma esetében az indiaiaknál. De még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos, hogy az egy ritus része volt. Tehát nem élvezeti cikk, hanem egy ritus része. Ugye ma már élvezeti cikként lehet mindenhol, lassan Európában is mindenhol találkozni. Ugye Németországban most engedték, meg Ausztriában már a gyógyászati kannabiszt lehet termelni, meg stb. Tehát mindenhol a világon már lehet. Ez régen a ritus része volt. És nem egy jógi egyébként, a 20. századi jógi mondja is, hogy gyakorlatilag ezek olyan mesterséges paradicsom. Tehát itt gyakorlatilag elő lehet vele idézni egy nagyon magas szellemi állapotot, de ez elmúlik, és ott marad a vágy. És ezért ez alkalmatlan arra, hogy tényleges szellemi úttá váljon. Mert elő lehet vele, de azt elmúlik, és ott a vágy. És újra, és újra, és újra kell egy külső eszközömmel újra, és újra, és újra. Tehát nem egy megszerzett képességről van szó, hanem egy lopott képességről. Egy olyan lopott képességről, amit nem tud sohasem magáévá tenni az illető, mert mindig ki lesz szolgáltatva annak, hogy azt használja. És ezért tehát nem is szerepel, nincs is ma napjainkban ennek helye a szellemi utakon. Kivéve a tantrát, amiről beszélünk persze, hiszen itt a Panchamakára esetében ennek része. És a szexualitásról meg hát nem is beszélve, hiszen a szexualitásban, hát most gondoljunk bele, a szexualitás az, aminek az eredményeképpen születik egy új világ, egy új gyere, egy új ember. És azon az embernek van egy új világa. És az a világ még sose volt, ami annak lesz, az egy új világ. Tehát micsoda erő van a szexualitásban, hogyha képes reprodukálni a világot, reprodukálni az embert, azt lehet mondani, hogy a legnagyobb erő tulajdonképpen a szexusban van. Hát hogy maradhatna ki a szexus a szellemi út köréből? Hogy lehet az, hogy... Mert ugye mit mond a menedékvétel során, mit fogad meg aki menedéket vesz, buddhistává válik.
ugye a brahmacharya, hogy a nemi életet kontroll alá veszem, tehát a nemi életre odafigyelek és megpróbálom megismerni, és stb. Stb. Tehát ott is nagyon fontos a harmadik ilyen fogadalomtétel, hogy az ember gyakorolja azt, hogy a szexusban mi történik, mi van ott, hogy van az, meg rendelkezem felette kontrollal, nem rendelkezem, hogy vannak ezek a dolgok. Na most ez az öt, tehát a pancsamakára ötössége, amit, mint említettem, a buddhizmusban már pancsakáma guna, tehát öt gyönyör gyökér, de végül is ugyanezekről van szó, tehát a buddhizmusban is benne van a pancsamakára, csak pancsakáma gunaként. Ez az öt gyönyör gyökér, vagy öt embetű, ahogy tetszik, amelyik onnan, ez tulajdonképpen a ritusnak a része. Tehát ha valaki a vámácsára utat járja, akkor annak a ritusának a része az, hogy ő alkoholt iszik, a szexualitása, stb. Ezek mind részei, de még egyszer mondom, hogy nem azért, egy egyszerű példával tudnám ezt, de van egy részeg ember, és az felszáll a szekérre, és az a részeg ember leesik a szekérről, semmi baja nem lesz. Ha ugyanúgy józanul leesne, összetörni. Valamiért a részegség az csinál egy olyan védett állapotot, hogy egyszerűen ott van egy olyan bódult, elszállt tudatállapot, amikor úgy nem nagyon történik vele. Jó, hát nyilván, ha valaki részegen vezet és neki megy az oszlopnak, hát nyilván az akkor van. De ez egy olyan klasszikus régi kép, hogy a leesik részegen a szekérről és nem üti, hogy már az részeg nem kell vele ezért törődni, mert az úgyis semmi baj nem lett. Szóval van mindegyikben, az alkoholban, a borban, a szexualitásban, mindegyikben van valami, ami egy nagyon pozitív erő, csak legtöbbször az ember ellen fordul. Az ember fölemészti az embert, a szexualitás is, a italozás is, a minden, amit itt az előbb elmondtunk, a mámor mind fölemészti az embert, és nem felszabadul, hanem tulajdonképpen elemészti őt ez a hatalmas erő, mert ezt a hatalmas erőt meg kell tudni fogni. És a ritus tulajdonképpen az, hogy ezeket bevonják, de, és itt de, mint szellemi eszközt, mint egy ritus, ami része az ő útjának, része annak, hogy egyre tudatosabb akar lenni. Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy ha egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy mit tudom én, egy odaraknak a kezünkbe egy pohár pezsgőt, akkor egy tantrikus, tehát egy vámácsára járó, az nem mondja azt, hogy nem, hát nekem nem szabad innom, mert az szellemi út az, hogy romboló, meg minden, hanem fogja és megissza, és figyeli, hogy mi van, és tudatosabb lesz tőle. És akkor nem az lesz, hogy na, még egy pohár, és akkor bam, hanem az lesz, hogy issza, és egyre tudatosabb lesz. Most nem azt mondom, hogy ki próbálja ki ezt, mert nem tudom, hogy nehogy aztán ebből baj legyen. De tehát csak azt akartam mondani, hogy vannak olyan helyzetek, amikor tulajdonképpen az ember nem tancik, vagy egy olyan helyzetbe kerül, amikor húst szolgálnak fel, és akkor most álljon oda neki tiltakozni, hogy most azonnal mindenki ott ugráljon, hogy neki csináljanak vegyit, mert csak én szellemi ember vagyok, én nem eszek csak répát. Hát szó sincs róla. Hát ha ugyan, akkor meg kell lenni azt, amit az ember orra elé tesznek. De ha választ, akkor nyilván olyat választ, ami nem méreg, nem mérgező. De ha méreg kerül az életébe, akármilyen úton, akkor azt megpróbálja átalakítani elixírré, megpróbálja megváltoztatni annak a hatásmechanizmusát, és úgy kijönni belőle, hogy tudatosabb lett, mint amikor belement. És ez a gyakorlat lényege. Na de ez nagyon veszélyes. Ezt nem lehet, tulajdonképpen ezért mondtam, hogy a guruváda körébe tartozik, mert általában mester-tanítvány viszony, kell egy reláció, ahol kontrollat van a folyamat, mert nagyon könnyen belemegy egy olyan helyzetbe, hogy hát ez nem rossz ez a pia. És akkor úgy, mint említettem, ezt a
újvidéki srácot, aki teljesen elszállt, amikor visszajött alkoholba, és annyira, hogy aztán meg is halt rövid úton. Tehát nem az történt, hogy megismerkedett a tantrával, és akkor onnantól kezdve ezt vezette volna, hanem az történt, hogy belefejelt valamibe, és lényeg az tehát, hogy tehát ezek a gyakorlatok, és még ehhez egy emmet úgy mindig a magam részéről szívesen hozzáteszek, de hát nyilván akkor már nem pancsa, nem öt, mert a mrityu, a halál, igaz? Az is a halál maga, mint amivel például most gyakorlatilag ugyanúgy része az életünknek, mert ezzel mindenkit ezzel tartanak sakba a modern világban, mindenkit ezzel ijeszgetnek. Hogy ugye meg fogsz halni, gyorsan-gyorsan fogyasszál, itt van a HBO, meg nem tudom én micsoda, gyorsan-gyorsan fizess elő, mert aztán ugye meghalsz. Szóval ebben zsarolják és sakba tartják az embereket, tehát ez is egy olyan dolog, hogy ebben is kell valamit kezdeni, és nyilván ez is része kell, hogy legyen az életünknek, hogy tudjuk, hogy meg fogunk halni, de ebből ki lehet nyerni azt az erőt, például úgy, hogy ha meg fogunk halni, oké, rendben van, akkor viszont úgy olyan dolgokat csinálok, ami túlmutat a halálon. És mik vannak ilyenek? Például egy jó cselekedet, vagy egy olyan dolog, ami nem szűnik meg a halállal, mert annak a gyümölcse majd később nem lefele visz, nem, hanem emel. Vagy egy jó szó, vagy egy valami, ami a szeretet, meg a együttérzés, ezek nem szűnnek meg a halállal abban az értelemben, hogy ezek túlmutatnak rajta, fölfele viszik az embert, túlsegítik igazából azon. Tehát, és tud is a halál egy ilyen hajtóerő lenni, hétköznapi értelemben, ugye, hogy például a gyakorlásoknál. Hogy amikor hogy van kedvem gyakorolni, vagy nincs kedvem gyakorolni. És akkor az ember arra gondol, hogy azért itt nagyon rövid az a kis idő, amin belül jó, semmi nem vészel soha, de mégis most módon van, mert még élek, és még nem mentem át ezen a határon, ezért most érdemes itt most megtennem mindent, amit csak tudok. Tehát ki lehet vonni azt az erőt, a halál félelmet át lehet konvertálni igazából véve. Na hát, és most jutottunk el tulajdonképpen odáig, hogy ezekben a tantrákban benne van ez a sívai pusztító erő, és ezt nem lehet ebben mit kell. Vagy elnyomjuk, de nem lehet elnyomni felelőtlen. Tehát nem lehet, hogy mondjam, annak ára van, ha ezeket elnyomjuk. Tehát valamit kezdeni kell vele, vagy felhasználjuk ezt az erőt a megvilágosodásra, és végül is a tantra és a vámácsára ezt teszi, hogy ezeket felhasználja a megvilágosodásra. Messze nem jutottunk el oda, ahol szerettem volna, mert most jött volna a szexualitással kapcsolatos a női dolgok. Úgyhogy most itt be kell felejtsük, és majd a következő alkalommal ezzel kezdem, és úgy megyünk át a hermetikára és a száraz útra. Tehát igazából véve, tehát azt akartam mondani, hogy amíg a jobb kéz útja veszélytelen és veszélyek nélkül járható, mint például a vipasszaná gyakorlások, mint például a jogának bizonyos válfajai, a lajakria jóga és egyéb jogák, vagy például általában a vinajával szabályozott részek, ugye a buddhizmuson belül, igazából még a nem csak a szemlélődő, hanem a koncentráló gyakorlatok többsége is. De a zen az már nem tudni pontosan, hogy vámá vagy dakshina, mert ott ugye a gyakorlat jellege az dakshina, tehát ott csinálni kell az azent, de a zen már mindenre kiterjeszti az azent, tehát ő már benne van az életben, és mindenre kiterjeszti, az meg már a vámácsára kategóriába tartozik, tehát olyan határeset a zen ilyen szempontból. A dzogchen és más tantrikus tanítások, vagy a szahadzsiák egyértelműen a vámácsára kategóriába esnek. Ami most tehát a fontos, a lényeg ezzel kapcsolatban, és majd mondom, visszatérünk ide, és még egy kicsit szeretnék beszélni a női megközelítésről, mert most itt kimondottan a férfi szempontjából vizsgáltuk ezt a kérdést,
A lényeg tehát az, hogy igazából véve a gyakorlatok sokfélesége két szempontból megközelíthető, két csoportra lehet osztani, a jobb kéz általi lágyutakat, amelyek nem veszélyesek, és lehet gyakorolni, és mindenki akár otthon, akár bármikor tudja végezni, ismerd meg önmagad, meg egyéb utak, és van a veszélyes utak, a bal kéz útja, a vámácsára, vagy nedves út a hermetikában, amely pedig csak úgy gyakorolható, hogyha az ember tisztában van avval, hogy ott veszélyekkel van dolga, tisztában van avval, hogy ott nagyon össze kell szednie magát, hogy ne kallódjon el, hogy ne legyen abból baj, és általában egy mester-tanítvány viszony kapcsolódik hozzá, ami megvédi őt attól, hogy el tudjon kavarogni, el tudjon tévedni azon az úton. Úgyhogy hát ilyen szempontból még nem tudtuk ezt a témát befejezni, de tekintette arra, hogy egyébként is a száraz és nedves út, ami tulajdonképpen ugyanerről fog szólni, csak már a hermetikán belül egy egész más szimbólumrendszerrel beszéli ezt ugyanezt, a szexualitás, alkohol, meg minden egyebet ott is megtaláljuk, de mivel ott még a hermetikának a miben létével nem ismerkedtünk meg, ezért furcsa lett volna, ha már azon belül a száraz és nedves útról beszélünk, ezért most nagyon jól jött ki, hogy nem volt időnk a száraz és nedves útra, mert jövő alkalommal visszatérünk még a hindu női megközelítéshez, és utána a hermetika alapismerete után fogjuk a száraz és nedves utat elővenni. Ez lesz tehát a következő alkalommal a program. A távol lévők azok szorgalmasan írják a dolgozatnaplót, a jelenlévők pedig rettegjenek, mert előbb-utóbb lesz aláírás, és akkor mindenki jól megvan. Köszönöm szépen már a figyelmet, találkozunk a jövő héten. Köszönöm.